Úgy, sziasztok, a nevem Jerikó, ez pedig egy újabb World of Tanks kontrollos tanbemutató, a mai kiszemelt áldozat már szerepelt a csatornán, viszont most aktuális, így elővettem, ő nem más, mint az M4A1 Revolarizé, de hívjuk csak Revónak, ez egy Tier 8-as francia premium medium tank. A pálya Malinovka, aminek örülünk, aminek viszont nem, az az, hogy tízesek ellen fogunk játszani. Amire nagyon oda kell figyelni, a kettő darab light, plusz az arti, és innentől kezdve természetesen a tízes tankok, mivel mi vagyunk a tápláléklánc alján. Mielőtt rátérnék a tanknak az értékeire, ugye a csata elején említettem, azért vettem elő, mert jelenleg aktuális, ez így is van, mivel a jelenlegi szezonnak a legvégén a 100 pontnál meg lehet nyerni a HMH M51 Super Sherman, na az kiköpött mása a Revónknak, csak annyi a különbség, hogy a régi verzióban a Super Sherman az amerikai ágat erősítette, úgy értve, hogy lehetett vele amerikai legénységet is húzni, ezt már jelenleg nincs. A Revónk viszont sima francia, plusz ami még kicsi különbség van, hogy még a Super Sherman 43 km-re képes hasítani, addig a mi kis Revónk csak 40-nel, úgyhogy itt egy kis motorkülönbség van, motorerősségkülönbség, plusz, hogy a Revónk viszont kamóban jobb, mint a Super Sherman. Hát körülbelül ennyi a különbség, tehát ezért vettem elő a Revót, mert még nem vagyok a szezon végén, ha odaérek a Super Shermanról is készítek videót, de jelenleg minimális a különbség a kettő között, tehát körülbelül lehet látni, hogy majd mire lehet számítani, amit ugye a Revó tud. Tehát, mint említettem, a Revó 40 km-re képes hasítani, ami annyira nem jó, még nehéz tanknak se nagyon elfogadható, nemhogy egy médium tanknak, de hát ez van, ezzel kell gazdálkodni. Alaplőszerünk APCR, nagyon szeretjük az APCR-t, mert veszett jó szál, 1460 m/s, viszont jelen esetünkben nincs átütése, saját tierben sem, nemhogy tízesek ellen, 200 mm-es átütése van, míg a premium lőszerünk HEAT, ami csak 980 m/s-kel száll, viszont 250-es az átütése. Megpróbálunk azzal érvényesülni. Hát így az első benyomások, ugye nem sűrűn szoktam használni a Revót, viszont úgy veszem észre, hogy nem 980 m/s-kel száll a prémium lőszerünk, tehát a hitünk, hanem sokkal, de sokkal gyorsabb, így a csata további részében én át is váltok, és igencsak azt fogom használni. Jó, itt lepattantunk, mint mondtam, 200 mm, itt kaptam egy embereset, közel 450-es sebzést valakitől. Hát, mint mondtam, itt mi vagyunk a tápláléklánc alján 1400 HP-val, úgyhogy nagyon óvatosan kell, meg hát ez a második csatám a Revóval, én 1000 éve nem használtam, talán akkor használtam utoljára, amikor videót készítettem róla. Na mindegy, tehát az alaplőszerünk APCR, ezt szeretnénk, ezt szállna gyorsan, viszont itt 10-es tierben, tehát én javaslom a 60-40 tárazását, tehát 60%-ba tegyél prémium hitet, és mondjuk 40%-ba az APC-et, mert rá leszel kényszerülve a hitlőszerre. 390-es alfával fogunk büntetni, ami azt mondom, hogy hát nem is rossz. 1400 HP-nk van, hát akkor 2800-at ki kellene sebeznünk. A látótávunk 390, pont mint a sebzésünk, erre is rádolgozol, akkor ugye nem vagy annyira kitéve ennek a lassú sebességnek. Bár a felszerelésekre majd ki fogunk térni, viszont én motorolajat tettem bele, pontosan azért, hogy a torony az jobban forogjon, plusz, tehát gyorsabban tudjak reagálni, plusz ugye az a 2 km sebesség pluszban az nem jön rosszul. Ágyunk pontossága 100%-os, legénységnél 0,35, én azt mondom, hogy tökéletes, szűkülésünk 2,4, azt mondom, hogy ezzel még el lehet boldogulni, ugye 100%-os legénységnél ezt még lejjebb tudod dolgozni, de majd, mint mondtam, a felszereléseknél átnézzük, 8,8, tehát 8,5 másodperces a töltési időnk, viszont cserébe azért tudunk sebezni 390-es alfával, már ha beadja. Tehát, mint mondtam, én átváltottam hitre, 10-esbe kötelező, viszont meglepődtem, hogy milyen jól száll, tehát nagyon jól lehet használni. Tehát összegezzünk, mit tudunk, hát adott egy eléggé siralmas mobilitású médium tank, ennél kicsit pörgősebbnek kellene lenni, hát rá lehet dolgozni plusz speeddel, meg motorolajjal, én csak a motorolajat tettem rá, mivel más értéket akartam vele kiegyensúlyozni,
Igaz, hogy az APC, tehát az alaplőszere az tökéletes volna, de nem tízesek ellen, még saját tierbe is célzott lövést kell leadni, így igényli a hitlőszert is, de ezzel nincs probléma, úgyhogy pakolunk be abból is. Ugye ezt ne felejtsük el, ez egy régi generációs prémium tank, még a CDC, FCM idejéből, tehát ez nem új generációs, ez annak idején nagyon is jól használható volt, azóta ugye jöttek új prémium tankok, meg ilyen gyorsan száguldozó medek, meg lightok, hát most a mobilitása véget talán, meg hát ugye az átütése régen elég volt a 200 mm is, most azért, ha szembe jön veled egy acélosabb darab, mondjuk egy Skoda 56-os, hát nem valószínű, hogy 200 át tudod ütni, de mindegy, a 250-es hittel tudsz boldogulni, engem nagyon meglepett az ágyú pontossága is, igaz, hogy ezzel nem fogunk fogócskázni, üldözni bárkit, de messziről el lehet vele dolgozni, nagyon jó a kamu értéke, tehát mondhatnám, hogy ha lightok nem zavarnak, akkor zavartalanul tudsz messziről szupportálni. Mint említettem, ez a második csatám, én az első csatában csak APC-et tettem, tehát csak alaplőszert, úgy voltam vele elég az, de aztán rájöttem, hogy nem nagyon sokat pattant, főleg így, hogy akkor pont 9-es tierben voltam, ez meg már 10-es, úgyhogy kellett a hit, viszont kellemes meglepetés volt, hogy ez nem 980 m/s-kel száll a hitlőszerünk, ami ki van írva, vagy fel van tüntetve, hanem legalább 1250, úgyhogy ez kellemes meglepetés volt, innentől kezdve bátran lehet használni azt is, mert sőt, nem csak úgy bátran kell használni, hanem kell is bele. Tehát egyértelmű, hogy a hitlőszer felfogja a tereptárgyak, meg ilyenek, de muszáj ebből gazdálkodni, mert annak nincs értelme. Meg főleg az, hogy közelre nem tudsz menni, mert nem fogsz tudni visszavonulni, nincs meg hozzá a mobilitásod. Tehát távolról kell dolgozni. Az ágyú segít, mert pontos. Viszont ha a 200 mm-es APC-re kezdesz el haigálózni, minél messzebb, tehát 100 méterenként veszít az átütéséből, mire odaér, lehet, hogy vissza is fordul, vagy elszégyeli magát, és leesik a tank elé. Tehát nem, kell bele a hitlőszer, és ennyi. Hát a mobilitásunk ez. Tehát ez nem egy frontharcos, viszont nagyon jó a kamu értéke, azon is meglepődtem, mondom, jobb, mint a Shermané majd, amit lehet nyerni, de az ágyú minden egy és ugyanaz, sőt, az egy kicsit gyorsabb is lesz. Tehát plusz speedet is rádobhatsz, de mint mondtam, én más értékeket akartam javítani. Hát már nem sokan vannak, van ott egy Conway, megpróbáljuk az artit előni, hát nem sikerült, chipses fiú behúzódik, kiszedik, jól van, semmi baj. Tehát nagyon kellemeset csalódtam az ágyúba is, hogy ilyen pontos. Jó, azt megértem, hogy ugye régi generációs ilyen mobilitása, tehát 40 km-re nem igen ugranak érte. Hát ha TL limites volna, ez állandó vendég volna, így csak ilyen ünnepi tank. De ha a TL limitet megkapta volna ezekkel az értékekkel, ilyen ágyúval, akkor az ember eltekintene attól, hogy 40 km-re képes csak vánszorogni. De mint mondtam, fel lehet azt is húzni, csak én inkább bízok egy jó ágyúba. Tehát akkor inkább maradok hátul, és a háttérből szupportálok, de akkor legalább van egy olyan ágyúm, amivel biztonságban érzem azt, hogy tudok kellőképpen segíteni a csapattársaimnak. Szerintem egy tökéletesen jó használható médium tank, én örülök, hogy megvan, szeretek is vele játszani, de azért nem sűrűn veszem elő, de ez nem azért van, mert éppen nem lehet vele érvényesülni, hanem azért, mert ennyi tankkal, amennyi például a garázsomban van, játszani egyszerre nem lehet. De mint mondtam, összességében egy nagyon kellemesen használható médium tank, én legalábbis szeretem, minden olyan képessége megvan, amivel élvezhető csatát lehet menni. Hozzá kell szokni egy kicsit az ágyúhoz, de ez menni kell, tehát minden egyes csatával hozzászoksz, sőt, hát egy-két perc szerintem elég, hogy elsajátítsd magát az ágyú pontosságot, magát a lőszersebességet, és ennyi. Maradt egy médium, ha jól emlékszem, egy Draugen, megpróbáljuk levadászni, lehet, hogy kint van itt a befagyott tónál. Hát 40 km-re nem valószínű, hogy mi fogjuk utolérni, vagy mi fogjuk először elkapni, ennyiből talán egy kicsit hátrányosabb ez a médium tank, hogyha így valakit kergetni kell, tehát ezzel rohanni kell szó szerint a sebzésért, de ettől függetlenül egy kellemes darab. Ha az M51-es is ilyen lesz, akkor én nagyon fogok örülni annak az ajándéknak is. Én azt régóta néztem, annak idején sokszor gondolkoztam, hogy megvegyem, mindig amikor akciós volt, nem úgy álltam anyagilag,
tetszett az, hogy az kicsit mobilisabb volt, meg az ilyen szürke színű, ilyen amerikai csillag rajta, tehát az valahogy jobban nézett ki, mint ez a francia zöld, tehát az alapszíne, megmondom azt, hogy az mobilitásban egy fokkal jobb. Hát kíváncsi leszek rá, még soha nem játszottam azzal se, a kiírt értékek egyeznek szinte, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz, tehát én is érdeklődve várom. Nos, meg is van a Draugen, ott van fent a Heavy dombon. Hát ezzel a mobilitással nem valószínű, hogy érdemes elindulni körbe és a rendes útvonalon menni, inkább megpróbálok ide a valamelyik magasratra felállni, ha mázlim van, akkor ugye rálátok majd és el tudom lőni, viszont ez nem valószínű, hogy ki fog ide a szélére jönni. Plusz, mint látható, azért vannak csapattársak is, akik ők is szintúgy meg szeretnék lőni. Én már nem panaszkodom, 4650 sebzés kitolt ez a régi generációs médium tank. Nagyon kellemes ágyúja a hopp, és csak sikerült eltalálni, viszont beugrott oda a kis gödör részbe, és innentől kezdve nem látok rá, viszont 5000 fölé lőttem magam. Nagyon szeretem ennek az ágyúját, meg főleg az alfáját, csak az, hogy ugye nem tudjuk kihasználni az APCR előnyét, mivel nincs átütése. Én az átütését az alaplőszernek azért egy kicsit feljebb vinném, legalább egy 2.25-re, akkor már azt mondom, hogy lehetne vele érvényesülni, így 200 mm-rel, főleg úgy, hogyha felkerülsz, ugye fel tud 10-es tierbe is kerülni. Az nem egy életbiztosítás, egyszerűen le fogsz pattogni, én kipróbáltam, és sikerült a Draugent is behúznom magamnak, nagyon jó az ágyú, nagyon jó a Gundep, jó a tank is, egyedül mondom a mobilitás az, hogy de én már annak örülök, hogy precíz az ágyú, mert így hátulról is tudok támogatni. 4 kill, 5300 sebzés, én azt mondom, hogy 10-es tierbe megmutatta, hogy mire képes, 72000-et kerestem úgy, hogy ugye prémium lőszereket is dobáltam, 200 assziszt, hát nem én voltam a sasszem a csatában, de ettől függetlenül élveztem bele a játékot. Mastery, hát ezt meg se próbálom kiejteni, Zúzó, Fighter, Confederate, nagy kaliber és egy Fire 4 effekt. Kiváló a gép szerintem. Ha ilyen lesz az M51 is, akkor nagyon-nagyon fogok neki örülni. Szeretem ezt a tankot, hát nem minden nap szoktam használni, tudnék ötleteket, hogy lehetne visszahozni, mondjuk akár egy tier limittel. Ő volt a Revo, én Jericho, hamarosan találkozunk. Sziasztok!